Rendőrség! Egy elfogás pillanatait rögzítette a rendőrség ezen a videón. Az egyenruhások emberkereskedelem és kényszermunka büntette miatt fogta el a most 22 éves férfit, aki ellen vádat emelte a Baranya megyei főügyészség. A vádirat szerint ő az elsőrendű vádlott, aki iskolai szerelmével élt együtt, őt arra kényszerítette, hogy külföldön végezzen prostitúciós tevékenységet. A sértett nő kezdetben tiltakozott, a férfi azonban megfenyegette és bántalmazta őt, így kénytelen volt eleget tenni a követelésnek. Mikor hazaért, a bevételt minden esetben át kellett adni a férfi részére. Amikor a pénzük elfogyott, akkor a férfi ismételten arra kényszerítette a nőt, hogy külföldre menjen. Amikor megpróbált ellenállni, akkor ismételten megfenyegette, illetőleg többször meg is verte. Ezt a tevékenységet végül is az első sértett 2021 évig folytatta. A 4 év alatt így a férfi közel 4 millió forint jövedelemre tett szert a sértett szexuális tevékenységéből. Ez idő alatt egy másik nővel is kapcsolatot létesített a vádlott, akit szintén arra kényszerített, hogy prostituáltként dolgozzon külföldön. A sértett erre nem volt hajlandó, és bár őt is bántalmazta a férfi, végül megszakította vele a kapcsolatot. Mivel az elkövetőnek már nem volt pénze, ezért az ügy másik vádlottjától 150 ezer forintért vásárolt egy kábítószer hatása alatt álló nőt Dombóváron, hogy őt is hasonlóképpen dolgoztassa. A harmadik sértettet a férfi fogva tartotta, és többször is felszólította, hogy menjen külföldre prostituáltként dolgozni. Azonban ő ennek nem akart eleget tenni, nem akart kimenni, a férfi akkor azonban azt mondta, hogy ebben az esetben vissza kell fizetnie a kifizetett 150 ezer forintot. Végül is a nő külföldre nem ment ki, egy betegségére hivatkozott, amely miatt ezt a prostitúciós tevékenységet folytatni nem tudja. A férfi egy darabig fogva tartotta a sértettet, azonban egy idő után elengedte, hazaengedte. A vádlottak többek között a szexuális cselekmény végzése érdekében fenyegetéssel kényszerítve a sértett sanyargatásával elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka büntetét valósították meg, mely bűncselekmény büntetési tétele 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés. Azonban az elsőrendű vádlott esetében halmazati elkövetésről van szó, így ő akár 22 és fél év börtönt is kaphat. A vádlottak letartóztatásban vannak.